kedves lépvelők, a TED-Ed projekt elkészítésének az első lépése az az, hogy egy minimum 5, maximum 15 perces videóanyagot készítek, amely a témával kapcsolatos. Ezt a videót szükségszerűen feltöltitek egy YouTube-os felületre, ugyanis a tovább lépéshez szükségünk lesz a videó linkjére, amit kopizunk. A második lépésben bejelentkezünk a TED-Ed rendszerbe. A bejelentkezés kétféleképpen történik, vagy Facebookos belépővel, vagy pedig regisztrációval. A bejelentkezést követően a felső menü sorból a YouTube menüt választjuk ki, és ide pészteljük, ide vágjuk be a YouTube-os videó linkjét. És search. Rögtön meg is találta, innen már csak egy kattintás a harmadik lépés, pontosabban a flipperés. Tehát a copy-paste után rákattintunk a videóra, és itt már a szerkesztési felületre érkeztünk, flip this video. Nagyon fontosak a kezdeti beállítások, nagyon fontos, hogy a TED-Ed projektetek az listázott legyen, tehát listed, ezt nagyon fontos bejelölnötök, illetve az értékelés és a további javaslatok megmutatása kapcsán nagyon fontos, hogy engedélyezzük a leckének a flippelését, tehát allow flips on your lesson, és yes. Tehát a listázás és a flippezés engedélyezett kell legyen. Ezt követően jön a projektnek a címe, egy nagyon rövid leírás, és az a bizonyos négyes struktúra, amely a TED-Ed projekt elkészítésében kötelező. Az első a watch, ezt már tulajdonképpen elintéztük azzal, hogy áttöltöttük a videót a YouTube rendszerből. A második lépés a think. Ez az a rész, ahol tulajdonképpen a videó tartalmával kapcsolatos kérdéseket megfogalmazhatjátok. Itt kötelező módon három kérdés megfogalmazására kerül sor. Különböző kérdéstípusokat engedély ez a rendszer. Nyílt, nyitott kérdéseket, illetve több változós, több válaszos kérdéseket. Ugye itt először a kérdést gyártjuk, utána a potenciális válaszokat, és végül ez megtekinthető, hogy hogy néz ki, és tulajdonképpen az idővel is el lehet itt játszadozni. Tehát három kérdés kötelező, nyitott vagy több válaszos kérdés, mint kettő elfogadott. A harmadik strukturális lépés, ez a dig deeper. Tulajdonképpen ez az, ami a szakmai referenciákat tartalmazza, és a szakmai referenciák ebben a példában látjátok, hogy van egy angol, nemzetközi és egy román-romániai. Itt mindenképpen olyan szakmai referenciákat kell használnotok, amelyek ellenőrizhetőek, mint látjátok itt is a két a tanulmány az tulajdonképpen két linket is takar. Javasolom, hogy ne az általános Google keresőt használjátok, hanem a Scholar Google-t. Tehát scholar.google.com. A Google Tudost javasolom, hogy használjátok a TED-Ed projekt keretében a szakmai források keresésére. És végül a negyedik strukturális pont, ez a témával kapcsolatos linkek, honlapoknak a bejelölése.